Körülbelül azt kell érteni, hogy 200-200-100. Az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese ezzel az egyszerű matematikai képlettel tulajdonképpen elmondta a megváltozott, pontosabban megváltozó felvételi rendszer lényegét. Ezzel a szülők és a leendő felvételizők döntő többsége tisztában is van, ám az ördög a részletekben lakik, ezért nem véletlen, hogy csordultig megtelt az egyetem előadója szülőkkel és leendő hallgatókkal, akik plusz információkat, benyomásokat gyűjtöttek az előadóktól és a már itt tanuló hallgatóktól. Az egyik főleg a környezetmérnöki karról érdeklődő szülő tökéletes összefoglalta a sorstársai véleményét is. A változott felvételi eljárásrend miatt nagyon jó ezt egyszer egyben hallani, élő szóban, és hogyha akkor ott eszünkbe jut valami kérdés, akkor nem megint egy újabb honlapra elmenni, és ott megint elolvasni, hanem itt fel lehet tenni a kérdést, és arra egész biztos, hogy kielégítő választ kap az ember. Kicsit olyan bizonytalanság érzés van most úgy bennünk, és az, hogy ide eljöhetünk, itt meghallgathatjuk, ez úgy kicsit úgy megnyugtat. És egyébként az egyetemeknek nagyon sok érdekes kara van, nagyon sok területen kínál képzést, ami megint csak jó. Van olyan terület is, amiről megint csak úgy vélelmezem, hogy vajon mit taníthat. És ide jövök, meg lehet kérdezni, aki ide jár, el tudja mondani, hogy ez milyen szuper jó, és akkor már is más benyomása, más információja van az embernek. A fórumra érkező szülők nagy része már informálódott a felvi.hu honlapon és a szóba jövő egyetemek portáljain, de még így is sok volt a kérdés, nem is beszélve a benyomások fontosságáról. Nagyjából ugye a nulláról kell elindulnunk, hogy akkor mi hogy lesz. Ugye az eddigieket a nagyobb gyerekünk kapcsán már tudtuk, de hát most azt nagyjából dobhatjuk el, azt a tudást, úgyhogy ezt újra meg kell most szerezni, és hát még időbe. Egy gyereknél még ez is nagyon tudja befolyásolni egyébként a pályaválasztást, hogy adott helyen éppen lát valami olyat, ami megragadja. Tehát más ezt elméletben tudni, meg más, amikor itt látja, hogy mivel foglalkozik egy villamosmérnök. Nyilván egy középiskolás gyereknek van valami elképzelése, de ez messze nem fedi a valóságot. Úgyhogy pozitív-negatív értelemben is befolyásolhatja egy ilyen nyílt nap. A karokat képviselő hallgatók és oktatók igyekeztek minél több kérdésre válaszolni, ám volt központi tájékoztató is, ahol kiderült, hogy a legtöbb pluszpontot az Óbudai Egyetemen a tantárgyi versenyeredményekre adják, de a nyelvvizsgák és az emelt szintű érettség is sokat hoz a felvételiző számára, ám a végső számítást egy kalkulátor segíti az egyetem honlapján. Az oktatási rektorhelyettes azzal a jó hírrel is megörvendeztette az érdeklődőket, hogy náluk a gimnázium-egyetem átmenet másként zajlik, mint máshol. Olyan tantervet készítettünk hallgatóknak és vezettük be már ettől az évtől, amely úgy gondoljuk, hogy egyértelműen hallgatóbarát és diákbarát, és megpróbálja azt a nagy lépcsőt, amely a középiskolai élet és az egyetemi élet között van, ez általában egy ilyen erős lépcső, ezt az erős lépcsőt egy kicsit elsimítani és letörni, tehát az első fél év a hallgatóknak, diákoknak egy beszoktató fél év, amely igyekszik olyan felzárkóztató programokkal, majd később olyan tutoráló, mentoráló és segítő programokkal segíteni kit-kit a maga módján, aki erre rászorul. Ilyen információk után nem volt meglepő az egyetem munkaerőpiaci pozíciójáról hozott adat. A hallgatók nagy része már az első év megkezdésekor munkahelyel, illetve szerződéssel rendelkezik, ám a diploma megszerzésekor már szinte senkinek nincs elhelyezkedési gondja.